Mi lesz ezzel a Ferencvárossal, ezzel a bajnoki ezüstérmes, mondhatjuk, és kupagyőztes Ferencvárossal? Mi lesz jövőre, és mi lesz az Európa Ligában? Az ezüstérmet még nem mondhatjuk, igazából ahhoz még azért el kell telnie egy hétvégének, hogy egészen biztos így legyen. A Ferencváros ezért úgy gondolom, hogy erősödni fog még tovább. Az Európa Liga az egy nagyon nehéz történet, tehát nagyon szeretnénk természetesen oda kerülni csoportkörbe, de a realitás az, hogy 2-3 kört megyünk. Ha oda kerülünk csoportkörbe, az egy nagy ünnep lesz. A kollégáim azt kérték, hogy mondassam ki veled, hogy megígéred, hogy a csoportkörbe jut a Ferencváros, akkor ezt nem tennéd meg. Megígérni nem tudom, de nagyon azon leszünk, ezt meg tudom ígérni. És az igazolásokról mit lehet tudni? Igazi, nemzetközi szintű, vagy pedig a magyar piacon néz majd körül a klub? Természetesen a magyar piacon is nézegetünk, de nemzetközi piacon is nézegetünk, ahogy ezt mindig szoktuk tenni. Fontos az, hogy jövőre ne csak ezüst vagy bronzérmet még nem lehet tudni szerezzünk, mint idén, hanem a bajnokságot megnyeressük. Az idei szezon mekkora nyugalmat adhat a klubnak? Ele Gábort, a női kézi csapat edzőjét tudnám idézni, aki azt mondja, hogy a Ferencvárosnál minden csapatsportban a nyugalom a legnagyobb ajándék. Szerintem nyugalmat fog adni, tehát ez a kupa győzelem egy magabiztosságot ad a csapatnak, remélem, hogy meg lesz a bajnoki ezüstérem is, ne felejtjük el, hogy a Liga kupában is jó esélyünk van a döntőbe kerülésre, egy jó szezon zárunk idén, és jövőre még jobbat szeretnénk.